Inkább most, mint a rájátszásban vagy a Magyar Kupa 4-es döntőjében gondolhatják az Albakon-Fehérvár hívei a szombati Paks elleni vereség után. A kissé tartalékosan felálló hazaiak ellen ezúttal nem sikerült azt a játékot produkálni, amit valójában tud Branislav Zunis mester csapata. A két együttes végig szoros meccset játszott fej-fej mellett haladva, a nagyszünetben pedig még az Albakon vezetett. De ezen az estén nem igazán ültek a dobások sem mezőnyből, sem a büntetővonalról, illetve fehérvári részről nem akadt ezúttal senki, aki klasszis nyújtva eldönthette volna a mérkőzést. A Paksnál ugyanakkor két remek egyéni teljesítménynek is örülhettek az atomerőmű dukkerei. Körtiesi 28, míg Morgan 18 ponttal jelentkezett. Az Albakon-Fehérvár legjobb dobói pedig elmaradtak ettől a teljesítménytől. Csizm 14, Elámin 13 és Simon Balázs is csak 11 pontig jutott. Az utolsó két negyedet egyaránt megnyerő atomerőmű megérdemelten örülhetett a végső 71-66-os sikernek. Az Albakon-Fehérvár az utolsó körben a Szolnokot fogadja szerdán 18 órától a Molyan Kiki meccsen, melyen eldől az alapszakasz második helye. Az ünnepi hétvégén pedig jöhet a Magyar Kupa Final Four-ja.